Legalább 30 milliárd forintnyi értékpapír hiányzik csak a Budakest Brókerháznál, ezt a Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője közölte. Binder István szerint a kettős könyvelés miatt az ügyfelek abban az illúzióban éltek, hogy értékpapírjaik vannak, és azokkal műveletek történnek, pedig ez nem volt igaz. A jegybank tegnap vonta vissza a Budakest működési engedélyét, a brókercég érdekeltségébe tartozó bankoknál pedig már a felszámolást is megkezdték. Csupa ablak a Budakest elegáns irodája. Az MNB felügyeleti szóvívője szerint a brókercég nem volt ennyire átlátható. Binder István azt mondja, a Budakest nem a valós értékpapír kimutatásokat küldte az ügyfeleknek. Azáltal, hogy a Budakest meghamisította az ügyfelek felé az értékpapír kimutatásokat, mindenki abban a hitben, abban az illúzióban volt, hogy neki vannak értékpapírjai, ezekkel műveletek történnek, vannak pozíciói, ezekkel műveletek történnek. Ez egy illúzió volt sajnos, tehát egy jelentős része az eszközállománynak nincs meg. Egészen pontosan legalább 30 milliárd forint hiányzik. Az MNB ezért szerdán vissza is vonta a Budakest működési engedélyét. A betéteseket 6 millió forintig a befektetővédelmi alap kártalanítja majd. A Budakest érdekeltségébe tartozó bankok működési engedélyét már hétfőn visszavonta a Nemzeti Bank. Az MSZP szerint a korábban takarékszövetkezetként működő pénzintézetek banká alakulása körül is sok volt a furcsaság. A takarékszövetkezetek összevonásáról szóló törvényt Áder János 2013. július 5-én küldte vissza a parlamentnek, amit az július 7-én újra elfogadott. De azoknak a takarékszövetkezeteknek, amelyek még július 6-án beadták banká alakulási kérelmüket, nem kellett betagozódniuk, hanem önálló pénzintézetként működhettek tovább. A szocialisták azt mondják, ezt a kiskaput kihasználva alakultak banká a Budakest érdekeltségébe tartozó takarékszövetkezetek. Ezzel nyílt lehetőség az érintett három takarékszövetkezetnek, hogy beadja kérelmét. Ezzel Áder János tevőlegesen is segítette a most bedöntött bankcsoport létrejöttét. A szocialisták szerint a banká alakulást az akkor Szász Károly vezette PSAF is segítette. Úgy tudják, a kérelem beadása után 60 napot kaptak a pénzintézetek, hogy minden feltételnek megfeleljenek, és valóban banká válhassanak. Azt, hogy a takarékszövetkezetek mikor adták be a kérelmüket, nem tudni. A Nemzeti Bank internetes oldalán csak azt lehet megtalálni, hogy mikor kapták meg az engedélyt. A dokumentumokból kiderül, hogy mindhárom érintett pénzintézet engedélyét 2013. december 9-én írta alá Vindis László, a Nemzeti Bank alelnöke. Ekkor már Matolcsi György vezette a jegybankot. A köztársasági elnöki hivatal nem reagált a szocialisták bírálatára. A Fidesz szerint azonban az MSZP csak menekül a felelősség elől a brókerbotrányban, hiszen korábban éppen ők érveltek a takarékszövetkezeti átalakítások ellen, most pedig azt kérik számon, hogy a köztársasági elnök miért nem írta alá hamarabb a jogszabályt.